Kötelezők, kötelezők, kötelezők. Az általános iskola évek egyik legfárasztóbb témája volt, és hát legyen elég annyi, hogy én is azok közé a kölymolyok közé tartozom, akik nem a kötelező olvasmányok miatt szerették meg az olvasást. Ennek egyre megvannak a magam kellemes és kellemetlen emlékei a kötelező olvasmányokkal kapcsolatban, és most azért jöttem, hogy ezekről meséljek nektek, vagy hogy én hogyan éltem meg a kötelezőket, az általános iskolai évem alatt. Az első kötelezőm Erik Kästner A két Lotti című kis regénye volt. Amiről emlékszem ezzel a könyvvel kapcsolatban az az, hogy ezt édesanyám olvasta föl nekem, tehát annyira nem voltam hajlandó ezt a könyvet elolvasni, hogy inkább az édesanyámmal együtt olvastuk, ő olvasta nekem, én pedig igyekeztem megjegyezni minél többet a történetből. És arra is emlékszem, hogy aztán később megvették nekem videókazettán az ebből készült német filmadaptációt, ami a modern korban játszódik. Azt sokkal jobban élveztem, mint ahogy a könyvet fel tudom idézni, de hát ez természetes, hiszen még kicsi voltam, még nem nagyon tudtam értékelni a könyveket, még nem nagyon tudtam felmérni azt, hogy milyen értéket is tartok éppen a kezemben, amikor egy könyvet olvasok. Nekem mindig a könyvek, ebben az időszakban a könyvek még azok a papírból összetákolt, összeírkált lapok voltak, amiket nem tudtam hová tenni. El kellett telnie pár évnek, mire jutottam addig, hogy már önállóan olvassak, mert nem voltam hajlandó. De a következő kötelező olvasmány, ami ezután került a kezembe, megváltoztatott sok mindent. Antoine de Saint-Exupéry, A kis herceg. Valószínűleg szarul ejtettem ki az író nevét, de nem érdekel. Ugyanis a két Lottival ellentétben, ami teljesen elmegy fiúsági szépirodalomnak, a kis herceg már nem volt mentes a fantasztikus témáktól, hiszen emlékezett csak vissza a kis herceg, aki bolygóról bolygóra repül madarak segítségével, és különböző bolygókon különböző emberekkel találkozik. Ez már tartalmazta azokat a fajta vonásokat, amiket a későbbi olvasmányaimból, amikor a szívemhez nőttek közel, én magam is elkezdtem kutatni. Az emberi képzelet különböző megnyilvánulásait akartam megtapasztalni, ami nem a mindennapjaiból táplálkozik, hanem azokat szimbolikusan vagy éppen más módszerekkel használja föl, és teremt belőle valamit, ami csak a képzeletünkben létezik. A kis herceg pont megadta ezt az élményt. És egy másik emlékem is van róla. Az én kiadásom nem a megszokott és nagyon sok osztálytársam által birtokolt fordítást alkalmazta. Az én kiadásomat Zigány Miklós fordította le, úgyhogy az egy érdekes élmény volt, hogy miközben a többiekkel, tehát ezt az osztállyal közösen olvastuk, és miközben olvastuk, én nekem folyton máshogy kellett követni a történetet, mert a többieknek más fordítása volt meg, mint nekem. Nem tudom, hogy a franc valakult így, hogy csak az én kiadásom, tehát csak az én olvasásom volt más fordítású, mint a többieké, de így alakult, és ez volt az oka annak, amiatt elkezdtem évekkel később egy kicsit kritikusan állni a magyar fordításokhoz, hiszen én voltam az egyetlen fiú az osztályban, akinek a kis hercegét nem a megszokott fordítással, hanem egy másik fordítással kellett felolvasni. Szerencsére azért így is tudtam követni a többieket. A következő kötelező olvasmányunk a Pál utcai fiúk volt. Ezzel a könyvvel a mai napig nagyon furcsa a kapcsolatom, ugyanis itt is a filmadaptációt néztem meg először, és az sem tetszett már igazán. Nagyon sokan dolgot találtam benne, amit már akkor fiatal fejjel, tehát 11 éveskon, 10-11 évesen nem nagyon tudtam hová tenni. Például, ugye Nemecsek Ernőnek a sorsát, ugye mindannyian ismerik az önfeláldozását, és azt is, hogy ennek igazából leszámítva a morális mondani valót, míg a könyv világában sem volt semmi értelme, ugyanis tudjuk, hogy mi történik a Grunddal nem sokkal Nemecsek halála után. Úgyhogy én ezt úgy fejeztem be, ezt a könyvet, hogy meg a filmet is, hogy nye. És hogy őszinte legyek, a könyvet olvasgattam, de nem fogadt meg, úgyhogy én azok közé, a fiúk közé tartozom, akiknek a Pál utcai fiúk nem tartozik a kedvenc könyvei közé, mert nem tudnak azonosulni azzal a mondani valóval és azzal a cselekménnyel, amit ebben a könyvben megtalálható. De Csónakost is azért bírtam, meg Bokát is, meg még néhány másik karaktert.
Azt kell mondjam, hogy azért Molnár Ferenc egész jó karakterekkel tudott építeni. Gárdonyi Géza, Egri csillagok. Ó, igen, az Egri csillagok, ami állítólag a legnépszerűbb magyar könyv az országban. Egyes felmérések szerint. Ugye mindannyian tudjuk, hogy ezek a felmérések már csak azért is pontatlanok, mert nagyon sok ember, aki nem olvas, csak bemond egy könyvet, amit ő ismer. És az Egri csillagok, ha bár nem is a legnépszerűbb szerintem, de a legismertebb magyar könyvek egyike. Azon kívül, a magyaron kívül egyébként rengeteg más nyelven is megjelent már. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ezt a könyvet nemzetközileg is elég jól ismerik, relatíve. De mik is az emlékeim róla? Nos, az Egri csillagokat akkor kellett volna végigolvasnom, mikor már elkezdtem önállóan könyveket olvasni. Tehát ekkor már elolvastam a Harry Potter és a titkok kamráját, és rájöttem, hogy én szeretek olvasni, mert én nagyon élveztem azt a könyvet. De amikor az Egri csillagok a kezembe került, nagyon nyögvenyelősen haladtam vele. A Harry Potter után nagyon, nagyon nyögvenyelős olvasmány volt, és ha jól emlékszem, nem is fejeztem be. Inkább itt is én megnéztem a filmadaptációt, és amikor be kellett adni egy olvasónaplót, akkor a szerint, a könyvben olvasottak szerint készítettem össze mindent, és így oldottam meg végül a feladatot. Az Egri csillagok egyébként már csak azért is érdekes, mert egy korai képviselője volt a magyar történelmi regényeknek, és ez a zsáner napjainkban támadt fel igazán, és lett nagyon népszerű. Olyan történelmi regényekkel, mint például a Hunyadi sorozat, vagy például az Urbánszky László által írt Anno Domini, vagy ott mondjuk a Bíró Szabolcs Anzsúja, szintén nagyon-nagyon jó képviselők, és ugye a méltatlanul elfeledett Idegen páncélban is remek példa. Arra a könyvről rengeteget lehetne beszélni, de azt majd csak axiom akkor, hogyha be is mutatom. Mert azt a könyvet szeretném elolvasni. Következő olvasmány. Jókai Mór, az aranyember. Na, itt nem láttam a filmadaptációt, és ezt a könyvet már úgy, ahogy végig tudtam olvasni, de emlékszem, hogy Jókai tájleírásai kimaradtak, valószínűleg azért, mert ezeket átlapoztam. Tehát akkor is az a fiatal ember voltam, aki inkább a cselekményt keresi a könyvekben, és hát az aranyember az nem a legcselekményesebb könyvek közé tartozik, inkább a leírások teszik egyedivé és érdekessé az olvasását, meg a végén Jókainak nagyon jópofa jegyzete volt, ugyanben leírta, ugye az utóhangok az aranyemberhezben leírta, hogy mit szeretett volna ebben a könyvben lényegben megalkotni, és ezt már akkor érdekes volt olvasni, tehát már akkor is kezdtem azt érezni, hogy az íróknak az a motivációit, az íróknak a saját könyvékkel való történetét érdemes megismerni, és ez vezetett rá arra később, hogy magam is elkezdjek kutakodni bizonyos írók életében, önéletrajzaikban. Úgyhogy maximum ennyit köszönhetek az aranyembernek, hogy bár, mint olvasmány nem nagyon maradt meg, de eznél a könyvnél is érzek egy hívást arra, hogy megpróbáljam újraolvasni, vagy legalábbis Jókaitól még olvasni. Például a jövő század regénye az megvan, és tudom, hogy ez az egyik első magyar science fiction volt, és éppen ezért szeretném azt egyszer elolvasni. Meglátjuk, mikor lesz rá időm és energiám. Mikszát Kálmán, Szent Péter esernyője. Ezt egy kötetben olvastam a Gavallírok és a Sipsirica című könyvekkel, természetesen azt a kettőt abszolút kihagytam, csak a Szent Péter esernyőjére koncentráltam, és hát nem sok emléke van ezzel a könyvvel, azt tudom, hogy végigolvastam, de azt tudom, hogy nem maradt meg belőle semmi. Tehát azt se tudom, hogy ennek a hölgynek a borítón kinek kellene lennie. Semmi nem maradt meg. Ez olyan nekem, mint a Légy jó, mint halálig, hogy azt valamikor utána az általános utána olvastam, de semmi nem maradt meg belőle. Tehát annyira egyik fülemen be a másikon ki stílusban ment végig rajtam. Egyszerűen nem emlékszem semmire az olvasásból, csak egyedül arra, hogy befejeztem a könyv olvasását, és igazából ennyi. Mikszát Kálmántól egyébként szeretném még a jövőben valamikor olvasgatni, mert őt ugye a kötelezők után elég szépen elhanyagoltam, de azért a Fekete Város még érdekel valamennyire. Másik érdekesség ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy ilyenkor még látható volt egy olyan felirat a diákkönyvtársorozaton, hogy a diák könyvtársorozatban eddig megjelent kötetek megrendelhetőek közvetlenül a kiadótól is, és itt megvan adva, hogy melyik postafiók, mi a postafiók száma a kiadónak.
Azért érdekes, mert ma már ugye postán így, mert régebben ugye postán lehetett könyveket rendelni. Ez ma már nem divat, ugye ma már mindenki az interneten rendel, vagy bemegy a legközelebbi könyvesboltba és körbe érdeklődik. Ez is egy érdekes kis emlék a múltból. No de, a legjobbat a végére hagytam. 8. osztályos koromban volt egy kötelező olvasmány, amit mindegyiknél jobban szerettem. Ma már persze sokkal többre tartom a kis herceget ennél a könyvnél, de akkor 14 évesen, 13-14 éves koromban ez a könyv volt az, amit nagyon szerettem olvasni. Ebből a könyvből nincs meg az a kiadás, amit én olvastam, mert az egy kölcsönpéldám volt, és értelemszerűen vissza kellett adnom, de sikerült megszereznem azt a könyvet, és ez pedig nem más, mint Rejtő Jenőtől a Vesztegzár a Grand Hotelben. Grand Hotelben? És tisztán emlékszem erre a könyvre, ez egy nagyon jó olvasmány volt. A humor, a beszólások, a karakterek egymás között interakciója, és ez a filmszerűen pörgő, gyors cselekmény, ami akciótól sem volt mentes. Emlékszem arra a beadandóra is, amit erről megcsináltam, tehát a házi dolgozatot, amit megírtam, és a tanárnőm szerencsére az akkori magyar tanárnőm, aki tanította nekünk a tantárgyat, az eléggé el volt képedve azon, mennyire őszinte voltam, és mennyire vágott nyelvűen fogalmaztam, amikor azt kitértem arra, hogy ez volt eddig az egyetlen olyan kötelező olvasmány, amit tényleg lehetett élvezni is. Ő mondta nekem, hogy ő fiatalnak számított, akkor volt 28 éves, hogy ő ezt fiatalnak számított még a szakmában. Ő ezt viccesnek találta, de mondta, hogy egy idősebb kolléginájához került volna az a beadandó, amit én megírtam, akkor az lehet, hogy megsértődött volna, mert olyan hangnemet ütöttem meg benne nem egyszer az írások alatt, az írásomban, mondjuk a többiek, én voltam az osztályban a csöndes gyerek amúgy, és mindenki rám nézett, mert nem számíthattak arra, hogy ennyire vájt nyelvű is, vagy ennyire szabad szájú is tudok lenni, mert engem mindenki úgy ismert, mint a csöndes gyereket, aki mindenkivel próbál udvarias lenni, de igazából ki voltam közösítve, mi meglepő. Szóval ez mindenkit meglepett. De leginkább engem, hogy végre találtam egy olyan kötelezőt, vagy adtak nekem egy olyan kötelezőt, amit tényleg lehetett élvezni, és szerintem a tanárnő, aki a... szerintem nagyon sokat köszönhetünk neki, mert szerintem az ötlete volt, hogy Rejtőt adják föl kötelezőnek, ugyanis valóban ez volt az egyetlen olyan kötelező olvasmány, amit teljes szívemből azt tudom mondani, hogy igen, ezt élveztem, ez egy jó könyv volt. De ami engem illet, én a kötelezőkkel egy olyan korszakot zártam le, hogy ha ezeket évekkel később kapom kézhez, akkor szerintem teljesen más lett volna a könyvekkel ápolt viszonyom, és szerintem ezzel nagyon sokan így vagyunk, mert például több kötelező olvasmány is van, amit én utólagosan pótoltam, és azok viszont tetszettek. Például Csongor és Tünde, nagyon szerettem, Az ember tragédiája, Ludas Matyi, ezeket én mind utána pótoltam, miután az általános iskolát befejeztem. Nem is beszélve arról, hogy nekünk gimnáziumban egyetlen kötelező írónk volt, és tőle el kellett olvasnom, hogy mondom, 4 könyvet, ez pedig Vas Albert volt. Akivel a kapcsolatom egész pozitívan alakult, tehát én kedvelem Vas Albert prózáját, mondjanak róla akármit, engem nem érdekel sohasem, hogy milyen ember volt ő, engem az érdekel, hogy milyen könyveket írt, és szerintem Vas Albert egy egész jó író volt. És szeretném is, hogyha az én emlémben így is maradna meg ez a szerző. Szóval én azt tudom nektek mondani, hogy amennyiben meg tudjátok oldani a kötelező olvasmányokat, szerintem évekkel később, amikor már úgy érzitek, hogy öregedtetek valamennyire, és éreztek valamit, hogy pótolni kéne az életetekből egy könyvet, amit még eddig nem olvastatok volna el, szerintem lehet, hogy érdemes elővenni a régi kötelezőket, és adni nekik egy új lehetőséget. Tudni biztos, hogy teljesen máshogy fogtok hozzáállni, mint ahogyan akkor álltatok hozzám, amikor még fiatalok voltatok, és gyerekek, és naívak, és nagy türelmetlenek. Biztos ebben, hogyha én most nekiállnék, és most mai fejjel elkezdeném ezeket a könyveket újraolvasni, teljesen más behatások érjenek engem. Én ennyi voltam mára, hamarosan újra találkozunk, addig is sziasztok, és olvassatok sokat!